Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Vigocki Máté, az MCC geopolitikai műhely egyik vezetője. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És akkor kezdjük a legaktuálisabbal. Ezekben a percekben is szólnak a szirénák, dörögnek. Dörögnek az ágyuk, röpködnek a kamikáz iráni gyártmányú drónok. Emberek ezrei halnak meg mind a két oldalon. Mind a két oldal előrehaladásról beszél, és nem tűnik úgy, hogy bárki is leülne, és a tűzszünetről beszélne. Ugyanakkor a Kreml valamelyik fiókjából előkerült egy volt orosz elnök, aki azt követelte a zsidó állam vezetőitől, hogy légvédelmi eszközöket bocsátsanak a rendelkezésére. Innét üzenhetjük ketten, hogy no choice, hogy reményük nincs rá. Ugyan az egyik izraeli miniszter azt mondta, hogy azonnal szállítani kell, de a hadvezetés és a kormány felelős döntése alapján erre nincs lehetőség. Ugyanakkor érdemes megjegyezni, ön is biztos emlékszik rá, hogy az első állam, aki mobil kórházat és orvoscsapatokat és védelmi fegyvereket, golyóálló mellényeket, rohamsapkákat és egyebeket több 10 millió dollár értékben szállított, az a zsidó állam volt. Lehet-e ma 2022-be a vasfüggöny mögé Tuszként orosz zsidókat bezárni, és ezzel próbálni kizsarolni a zsidó államtól, hogy olyan védelmi fegyvereket küldjenek Ukrajnának, amiről Izrael nem akar lemondani, és cserébe Oroszország nem csak zsarolja, hanem emlegeti a szír helyzetet is. Próbáljunk ebbe rendet tenni. Az orosz-izraeli, ukrán-izraeli kapcsolatokat ugye én csak az ukrán-orosz irányból ismerem. Ukrajna értelemszerűen minden országtól szeretné 200%-osan megkapni azt, amit úgy gondolja, hogy elvárhatna. Ilyen esetben ugye a múlt héten hétfőn, ezen a héten hétfőn és most is kamikáze drónokkal többek közt támadták az oroszok, az ukrán városokat. Szeretném megszakítani, és azt mondani, hogy iráni. Iráni, kamikáze. Igen, tehát ez egy nagyon fontos tényezője. Nem csak azért, mert mondjuk Iránnak ebből pénze lesz, hogy ilyen fegyvereket tud eladni, hanem az itt összegyűjtött tudást, aztán később már sem ugye fel tudja használni. Ezért egyszerűen Izraelnek egy súlyos biztonsági kockázatot jelent. Viszont amögött, hogy ezt a vaskupola rendszert, amely egyébként Izraelben nagyon jól működik, nem akarja átadni Ukrajnának, én két indoklást olvastam. Az egyik azt mondja, hogy rakétákra fejlesztették ki, és azokra a rakétákra, amiket abban a térségben használnak, és nem ilyen iráni kamikáze drónokra és orosz precíziós rakétákra, tehát hogy ezek ellen elvileg nem jó. Másrészt pedig, hogy az izraeli politikusok aggódnak, hogy a szíriai orosz politika miatt megváltozna. Nem tudom, hogy egyébként... Meg is fenyegette. Igen, a volt kormányfő és volt elnök Medvegyev megfenyegette Izraelt, hogy teljesen meg fognak szakadni a kapcsolatok. Meg itt egy pillanatra, mert nézőink nem tudják, hogy Medvegyev melyik fiókból került ki. Milyen hatásköre van ő neki ma? Hát, hogyha szabad itt egy sajátos véleményt megfogalmazni, szerintem Medvegyev már eléggé partvonalon van, és azért hangos, és azért hozzá egyébként a nemzetközi sajtó is mindig az ilyen szélsőséges kijelentéseit, mert szeretne a háború hullámain. Ő nem Putyinnak a pudlija? Nem tudom, hogy lehet így fogalmazni, de minden esetre 200%-ig kiszolgálja azt, amit egy ilyen háborús helyzetben mondjuk a háború támogatók mondanak, és jobbról próbálja megelőzni Putyint. Tehát én úgy gondolom, hogy ő egy teljesen marginális figura. Persze még fontos szerepét játszik például a Nemzetbiztonsági Tanácsban, Oroszországban, de tényleges hatalma én úgy gondolom már nincsen.
Ő azért került oda, hova került, mert nem lehetett egyfolytában folytatonosan Putyin az elnök? Neki, és időnként váltotta? Igen, igen, 2008-2012 között ő volt az elnök. Ekkor ugye Putyin volt a miniszterelnök. Általános vélemény, hogy akkor is ugye Putyin kezében volt a kormány. Viszont azóta Medvegyev azért visszaszorult, és utólag egyébként már vicces azt mondani, hogy Medvegyev volt az új Oroszország egyik legliberálisabb, legnyugatiasabb vezetője. Tehát, hogyha összehasonlítjuk egyébként, hogy akkor hogyan beszélt, és most hogyan beszélt, egy teljesen más emberrel, teljesen más politikusról van szó. Én fölírtam magamnak, amit nem szoktam. Tehát iráni kamikáz rakéták, iráni rakéták, drónok, iráni rakéták. Ugyanakkor az Európai Unió tagállama és az Amerikai Egyesült Államok, sőt Anglia és sorolhatnám tovább, 15 ezer Ukrajnát visz kiképzésre Ukrajna határain kívül. Na most, ha én békét és tűzszünetet akarok kötni, és világos legyen mindenki előtt, hogy én mind a két felet hibáztatom, akkor is, hogyha Oroszország a támadó, Ukrajna az elszenvedő. Nekem ebből a képletből nem tűnik ki, hogy valaki rohan és érdekelt a tűzszünetbe. Hát az elmúlt hónapokban már nem Oroszországban nyerekben, hanem Ukrajna. Tehát Oroszország folyamatosan veszíti el azokat a területeket, amiket elfoglalt a nyár közepére. Nagyon minimális előre haladást ér el Oroszország. Ezért mondtál arról azt, hogy tulajdonképpen van lehetőség arra, hogy Putyin találkozzon Bidennel? Ez a találkozó leginkább szerintem Putyinnak fontos, hogy visszakerüljön egy olyan nemzetközi közegbe, ahol annyira fontosnak tekintik, és annyira első számú nemzetközi vezetőnek, hogy Biden is leül vele tárgyalni. De hát most arról van szó, hogy Ukrajna elkezdte a saját területeit visszafoglalni, ennek volt egy-két nagyobb, látványosabb sikere is, és amennyire én látom, a nyugat abban támogatja, hogy Ukrajna a saját területeit foglalja vissza, és nem azért, hogy orosz területeket támadjon. Na de jelen pillanatban az iráni segítséggel Oroszország olyan fegyvernemekhez és olyan fegyverekhez jutott, amiben stratégiai transformátorházakat, sőt, mi több, lakóházakat. Elképzelhető az is persze, és mi ismerjük a közel-keletről ezt, amikor tankok vannak a lakóházak mögött, tehát én mindent el tudok képzelni, de itt tulajdonképpen a civil lakosság ellen folyik a háború jelen pillanatban. Igen, és tehát olyan városokat is ért támadás, amelyek nem a frontvonalon vannak. Tehát Nyugat-Ukrajnában, ahol minimális az ukrán védelmi erőknek a száma, ha egyáltalán vannak, de szerintem nincsenek, vagy éppenséggel a fővárosban, ahol már régóta nem tartózkodnak olyan mennyiség és minőségi erők, tehát igen, Máté, ezek a támadások leinkább... Négy percünk van, hogy elmondja a megoldást. Hát, hogyha négy perc alatt el tudom mondani a megoldást, akkor én nagyon szerencsés ember lennék. Ajánlani. Mégis mi kéne, hogy legyen a következő lépés, hisz az Amerikai Egyesült Államok, amit nevezzük nevén, amit powerként, tehát olaj, gáz vagy egyébként ajánl, azt sem jó létként és ajándékként, hanem jó áron árulja. Mi itt a megoldás? Hát Ukrajna egyelőre folytatni akarja a harcot, szeretné visszafoglalni a területeit. Nem látszik, hogy ebben egyébként megtörne az ukrán lakosság. Ehhez meg is kapja azokat a fegyvereket, amik nyugatról kellenek. Orosz részről én nem látom azt, hogy most lenne valamilyen áttörő siker, hogy ismét offenzívába tudnának kerülni. Én attól tartok, hogy egy ilyen helyzetben egyre szélsőségesebb eszközökhöz lesz kényszerű nyúlnia a Kreml. És én úgy gondolom, hogy ameddig olyan vezetése van a Kremlnek, mint most, változás nem várható. De egyébként az egy a háború szempontjából egy jó jel, hogy szinte egyszerre jelentette be Putyin, hogy vége van a részleges mozgósításnak, legalábbis egy ideig, és egyszerre kezdte el a héjákhoz tartozó ilyen telegram fiókoknak a vezetőit, megmondó embereket összeszedni és kiküldeni a frontra. Tehát egy picit elkezdte visszafogni azoknak az erőknek a szárnyait,
akik a háború prolongálását támogatják Oroszországban. Tehát ez szerintem egy apró jel, de pozitívum. De mi lesz közben jó öreg Európába? Fagy és félelem, gazdasági lelassulás, és bármikor a golyók eltévedve kiszélesíthetik a háborút. Én nem gondolom attól, hogy tartani kellene attól, hogy a háborúhoz kiszélesedik. Azért Oroszország és Fehéroroszország is eléggé bölcs ahhoz, hogy ne lőjön át mondjuk lengyel területre. A gazdasági részéhez nem tudok hozzászólni. Ahhoz képest Fehéroroszország területén egyre több orosz katona állomásozik a határok. Az egy nagyon érdekes kérdés, és hogyha egy percet van, még azt összefoglalnám. Fehéroroszországból kiszívják azok az a hardvereket, harckocsikat, nehéz fegyvereket, amelyekre szükség van a fronton, és minimális erőket küldenek Oroszországba. Tehát ez úgy látszik, hogy oda orosz erőket küldenek, de a gyakorlatban inkább fegyvereket vonnak ki. Ez a politika a nyugatnak szól. Soha nem volt még olyan, hogy a fehér orosz védelmi minisztérium spanyolul és angolul is lekommunikálta volna azt, hogy mi történik. Spanyolul és angolul is kiírták Twitterre, hogy ide jönnek most az orosz erők, és megvédjük a nyugati határainkat. Tehát ez leginkább nekünk szól, hogy megijedjünk. Kedves nézőim, Vigocki Mátét, az MCC geopolitikai műhely egyik vezetőjét látták és hallották. Bízunk benne, hogy hamarosan újból látjuk. Köszönöm, hogy velünk volt. Előzetesek, és már is jövünk vissza. A következő vendégünk Lendvai Ildikó, az MSZP volt elnöke. Tartsanak velünk!